Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy portál kapu nyílik az égiek felé május 1-én. Ezen a napon lesz újra egy szertartás, ami este 11 órakor indul. Ha szeretnél részt venni ezen a szertartáson, írhatsz, és e-mailen keresztül felvesszük akkor a kapcsolatot. Mint egy energiai egyensúly a díjam 4000 forint. Mit jelent ez a portál nyílás? A mi naprendszerünk szintén mozog. És vannak bizonyos napok, amikor a mi földünk a plejádokkal áll kapcsolatban. És a plejádoknál van egy nap, egy ilyen centrum, Alkioné. Alkioné lefordítva azt jelenti, hogy győzelem a gonoszságok felett. Tehát mi érezzük ezen a portál napon Alkioné hatását. Természetesen Alkioné segít abban, hogy a gonoszságok eltűnjenek az életünkből. Mint mindig, minden napon van egy szimbólum. Ezen a napon tehát május 1-én Akbál uralkodik. Akbál éjszakát jelent lefordítva. Ez kihat az álmunkra, tehát az éjszakára. Ha valakinél álmatlanságok vannak, akkor ez a szertartás segíthet abban is, hogy mély álmok, ez a nyugalom meglegyen. Amit Akbál, tehát ez az éjszaka még jelent, az álomképek. Vannak bizonyos álmok, aminek nincs jelentősége. Viszont ha valamit úgy álmodunk, minthogyha benne lennénk, egy ilyen történetet, akkor ezek az álomképek üzenetek, vagy a te lelkedtől, vagy az övétől. Az is lehet, hogy ő üzen valamit az álmok alapján. És természetesen jó az, ha megértjük azt, hogy mi ez az üzenet. Amit még ez az éjszaka jelent, vagy ez a portál nap, a gyógyulás, a gyógyító erő, és a titkok. Vagy, hogy a mélybe tekintsünk, és megértsük azt, hogy mi történik zárt ajtók mögött, milyen titkok, milyen rejtélyek vannak a környezetünkben, hogy itt tisztázódjon valami, vagy tisztán lássuk ezeket a dolgokat. És ha érdekel ez a szertartás, ez a portálnap, annak nagyon örülnék. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!